Jó napot kívánok, nagyon kellemes és szép napot mindenkinek, gyönyörű szépen süt a nap, és van egy szép kis autónk ehhez, ez egy E-Astra, 2016-os gyártású darab, 1.6-os CDTI, 110 lóerős, Euro 6-os dízelmotor van benne. Nagyon kedvező fogyasztással bír ez a jármű, és igen, jó kis nyomatékos, kellemes autózást biztosít a gazdájának. Senki ne jegye meg, a bal kéz az koncertói, ő mutatja nekünk itt az autón a jó dolgokat. Remélem, hogy túl sok rosszat nem tudok mutatni. Rögtön kezdjük azzal, hogy vadonatúj gumik vannak az autón, 2.15-60-16-os. Ezek most kerültek rá, teljesen újak. És nem csak a gumik, hanem a fékek mögötte új féktárcsát és fékbetéteket kapott a jármű. Az autó összességében egy darab tulajdonossal rendelkezik, végig vezetett szervizkönyves, nem oly régen szintén volt egy szervize, amit a szervizkönyv meg tudunk nézni. Tehát van új gumik, van új féktárcsánk, egészséges szép lámpák vannak benne, és egészséges szép kötfényszórók alul mindkét oldalon, illetve láttunk itt pöttyöket elől, tehát parkoló radar elől, hátul pittyek, hogyha valami a közelünkben van. Magyar nyelvre van állítva az autó kompjútere, előbb néztem, hogy nyitott motorháztetőnk van, és így igaz, tényleg itt van motorháztetőnk, itt duruzsol az Ecotec dízelmotorunk. Folyadékszinteket ellenőriztünk, gyári akkumulátor van benne, ez egy éves akkumulátor, szintén Opel-éknél szerelték bele, szervizkönyvében szintén megtalálható ez az információ, amikor cserélték a járműnek az akkumulátorát. A felnik szépek rajta, nincsen legyalulva, egyik oldalon sem. Ügyes vezetője volt, nem patkázta meg a jobbra-hátra beállásoknál. Itt is látjuk a tolatószenzorokat és azt a króm díszítést, ami nagyon szép csillogó-villogó itt ebben a kellemes napsütésben. Start-stop rendszerű az autónk, az Ecoflex feliratra eszembe jutott, hogy ilyet is tudok mondani hozzá. Van itt EU doboz, van itt sárga mellény, elakadásjelző, itt van az EU dobozkája, van csomagtértárcánk, csomagtérhálónk, ledönthető ülésekkel rendelkezik, és ide alá tudunk még tekinteni. Jó, hogyha van egy ilyen szőnyegünk különben, vagy mármint egy csomagtértárcánk, ilyen szép marad a szőnyegünk alatta, nem borul bele semmi. Alatt az teljes értékű pótkerék, amit fel tudunk szerelni, és van itt egy vonószám hozzá még. Ledönthető az ülés, tehát 40-60%-ban sízsák is van benne, tehát előre tudunk benne dugni hosszabb tárgyakat. Ugye van a tetőkorlát, ami egy kis fekete csík itt végig, erre tudunk fölfogatni majd még kereszttartót, vagy tetőboxot, hogyha szeretnénk kerékpárt, vagy dobozt felszerelni rá. A hátsó utasok kézzel tekergetik az ablakot, viszont egy nagyon szép ülésbe ülnek be, ami könyöktámaszos, pohártartós, tárlórekeszes, és innen meg tudjuk nézni, tehát tudunk mutatni elől oldalt és függöny légzsákot is a járműben. Szép az ülése. Ja, nézzük meg a vezető oldalról, itt azért sokkal több minden érdekesség van. Két elektromos ablak és elektromos tükör, amit itt látunk, állítható magasságú ülés és kormányoszlop is. A kormányos bőrbe vonatot kapott, egy kis króm díszítéssel van ez megspíkelve, szalad végig ez a két csík két oldalon. Nézzük akkor még mit látunk itt, hát tempomatos az autó és sebességlimites, limiter van benne, ezt itt a műszerfalon tudjuk szemmel követni, hogy melyik funkciót kapcsoltuk be. 135.000 kilométert futott, és a kompjúterébe lehet nézegetni majd itt a információkat. Keréknyomás ellenőrzés is van, enyhe terhelés, 93% még az olajcseréig, és ezeket tudjuk itt nézegetni itt a menüben. Eco program is van rajta, és mint látható, minden szépen rendben viselkedik, tehát kialszanak a kontroll lámpák. Kapcsoljuk be a klímát, mert kezd itt meleg lenni bent. Mindjárt megmérjük azt is, hogy mit tud nekünk kihozni a klíma. 27 fok van kint, mint látható, zene szépen szól. A gyári zenét azt még lehet még
turbozni, méghozzá USB és AUX csatlakozás is van, tehát a kis saját kütyünket majd rá tudjuk dugni. Hatos a kézi váltója, innen tudjuk megnézni, és szép ez a chrome díszítés rajta. Találunk ülésfűtést a járműben, két oldalra ugye Feri és Peti fenekét alá tudunk nekik pörkölni, például ez 3 fokozatú, ha minden igaz, így né. Ez is működik, és a másik is ugye működik benne. Ezen kívül van még plusz extra, nem csak a fenekünket, hanem a kormányt is tudjuk fűteni. Egy kis kormányfűtésjel. Ez tényleg fantasztikus élmény. Tehát még letakarítjuk a kocsinkat, beülünk, melegíti a fenekünket, és a kormányt is, nem a jéghideg kormányt tekergetjük. Ugye van benne CD rádió, és ez ilyen MP3-as, persze milyen legyen. Van benne Bluetooth egység, tehát össze tudjuk ismertetni a telefonunkkal. Jelenleg nincs elérhető telefon. Szenyénbe ki van kapcsolva a Bluetooth, így nem tudom megmutatni. Menet stabilizátor kikapcsolható, és a tolató szenzor előre szintén kikapcsolható, és akkor nem pittyeg, de ezt meg tudjuk szintén nézegetni. Például, hogyha előre felé megyek, és ott van az a kis autó, kiengedjük a kéziféket, akkor megnézzük, hogy viselkedik ő. De azt mondja, hogy ne menjek tovább előre felé, mert hogy itt van egy autó, és hogyha hátrafelé megyünk, akkor ugyanezt történik tulajdonképpen, csak a hátsó szenzorra másféle típusú hangzást fogunk hallani, nem fogjuk összetéveszteni a kettőt. Na, és akkor még vannak itt extrák, mégpedig az, hogy Feri és Peti kollégám szépen föllapozta a szervizkönyvet, köszönöm a srácoknak. Itt található különben a szervize, amit láthatunk, hogy vitték minden évben rendesen, és itt is mutatja különben az akkumulátor cserét, mint az látható, 2020 januárban, és az utolsó szervize az most 133 ezer kilométernél, tehát konkrétan egy hónappal ezelőtti szervizet látunk itt, ami megtörtént, és a fékeket is ugye látszik ott is, hogy cserélték ugye a fékeket benne. Na, akkor itt van ez a kis kütyünk, meg tudjuk mérni a klímát is, ha esetleg valaki szeretné látni előre, hogy biztos, hogy hűt az autója. Itt látjuk, hogy hány fokot tud nekünk ide tolni ez a klíma. Kellemes hideget fúj, 0,6 fok például most, amit ott tudtam mérni a kijönlő levegő csatornán keresztül. Megvan a két gyári kulcsa, és akkor indítsuk azért még újra, biztos, hogy tudjuk, hogy szépen is rendesen indul az autónk, tehát leállítjuk, digitális különben a klíma, pillanatra még mutatom, tehát így fogjuk látni a klímát, hova fúj meg, milyen intenzitással, tehát leállítottam, és akkor egy gyújtás, látjuk, hogy sok-sok lámpa kialszik, és ha beindul az autónk, akkor csinál egy ilyen flick-flackot, a két darab mutató, és beáll a megfelelő fordulatszám szintre, és kialszanak a kontrollámpák, már csak be kéne kötni magam, de most nem megyünk sehova, bár a következő videónk az egy próbakör lesz, szerintem Feri, Peti és Concerto kollégám eljönnek velünk, kipróbáljuk az autót menet közben, és a következő videónk az egy J-Astra 1.6 CDTI kombi teszt lesz. A viszontlátásra!